Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Dél-Amerika professzora Orosz László. Vágya, hogy misszionáriusként hirdesse az igét, nem teljesült. Amikor megérkezett az új világba, elöljárói kiváló felkészültsége miatt egyetemi tanárnak jelölték, amit a szigorú regula miatt el kellett fogadnia. Orosz László így írt erről. Hely, érdemes volt-e a vértanúi pálma reményében és azzal az égő vágyjal eltelve, hogy az apostolok példájára élve, halva a pogányok között hirdethetem az evangéliumot, ezerszeres életveszély között áthajózom a tengeren, hogy azután ideérkezvén Krisztus helyett Arisztotelészt hirdessem az iskolában. A tudós szerzetes az Ung megyei Csicseren született 1697-ben. Az orosz család a 13. századra vezeti vissza a származását. Gyermekként részt vett a Rákóczi szabadságharcban, majd belépett a jezsuita rendbe. A Nagyszombati Egyetem elvégzése után Kordobában Argentina első egyetemének rektora lett. Reformokat vezetett be az oktatásban. Előadásainak jegyzetei tankönyvként szolgáltak. Orosz Páter majd 4 évtizedet töltött Dél-Amerikában. Vezetésével hozták létre az első argentinai nyomdát az egyetemen. Levelezésben állt a spanyol király gyóntatójával, Mária Terézia császárnővel, a spanyol alkirállyal, és döntő bíróként szerepelt a határvitáknál, melyek során Argentina mai határai is jelentős mértékben kialakultak. A jezsuiták kiűzésekor 1768-ban visszatoloncolták Európába. Szerencsésen hazakerült Nagyszombatba, ahol 76 éves korában halt meg. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.